Sziasztok, szép napot, szupercsapat! Én Talassa vagyok. Ezúttal az első párkeresős videómhoz szeretnék egy kiegészítést készíteni, mert rájöttem, hogy tudnék olyan könyveket, illetve filmeket ajánlani számotokra, ami által tudtok fejlődni, és ami által olyan párt tudtok találni magatoknak, akivel jól tudjátok magatokat érezni. Igen, amikor én vágtam össze a párkeresési tippek első részét, rájöttem, hogy elmondtam, hogy úgy tudsz magadnak megfelelő párt találni, akivel boldog tudsz lenni, hogyha te magad is jól vagy, ezért érezd jól magad a bőrödben, fogadd el magad, legyen önbizalmad, éld meg a pillanatot, stb. Nem mondtam el nektek azt, hogy engem mi vitt az önfejlesztés útjára, és én hogyan kezdtem el az önfejlesztést saját magamon. A helyzet az, hogy gyerekkoromban nagyon sokszor végighallgattam azt, hogy az élet 90%-ban megfelelés, kötelesség, a harmadik dologra nem emlékszem. A maradék 10%-ban esetleg, ha a csillagok úgy állnak, lehetsz önfelettem boldog. És én ezt nem akartam elfogadni. Mert gyerekkoromban én nagyon sok nehézséggel találkoztam, félreértés ne essék, szerettem gyerek lenni. Ugyanakkor nehezen tanultam meg a diszlexia miatt olvasni, és az osztályközösséggel nem találtuk meg a hangot, erről majd egy másik videóban bővebben fogok beszélni szeptember környékén, amikor újra aktuálissá válik az iskola, illetve az osztályközösségek. A helyzet az, hogy én úgy képzeltem el, hogy a felnőttek saját maguk választják ki azt a munkát, amit szeretnek elvégezni. Maguk választják azt a környezetet, ahol szeretnek dolgozni, és ezért ők szabadok. De nagyon sok mindenben tévedtem, mert a legtöbb felnőttet eleve úgy nevelték, hogy kötelesség, megfelelési kényszer, görcsösség, és nagyon sokan nem tudják és nem merik elengedni magukat, és nem merik boldogan élni az életüket, pontosan azért, mert attól félnek, hogyha ők nem felelnek meg adott dolgoknak, akkor nem fogják őket szeretni. Én úgy érzem, hogy nagyon sok olyan dolgot tapasztaltam az életemben, ami ezt a félelmet bennem teljes mértékben kisöpörte, mert én láttam például a pesti nagymamámat meghalni, és nagyon-nagyon sokszor hallottam tőle azt, hogyha ő újra fiatal lehetne, mi mindent csinálna másképpen az életében, hogyan kezdené újra az életét. Én nem akarom megbánásokkal leélni az életemet, lehet, hogy van hová fejlődnöm, lehet, hogy nem tudok még mindent, és nem csinálom teljesen jól, viszont törekszem rá, és igyekszem azon, hogy jól tudjam magam érezni a bőrömben, mert láttam azt, hogy milyen az a vég, amikor már tudod, hogy nincs visszaút, és nem kezdheted előről, mert már nincs több idő. Láttam azt, hogy belenyugodott abba, hogy meg fog halni, ugyanakkor láttam a vágyakozást arra, hogy ha ő újra fiatal lenne, akkor ő mi mindent csinálna másképpen. Ezt én nem akarom saját magamnak, mert nem biztos, hogy boldogan távoznék az élők sorából, hogyha nem tennék meg mindent a boldogságom érdekében. A következő művek, könyvek és filmek, amik inspiráltak, nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy én arra az útra lépjek, ahol igenis igyekszem boldog lenni, igyekszem megtenni mindent annak érdekében, hogy jól legyek a bőrömben, és ez nálam a top 1-es kategória. A besorolást úgy kezdtem és úgy állítottam össze, hogyha ebben a pillanatban eszmélnék arra, hogy valamit basszus elrontottam az életembe, de még van időm újra kezdeni, mi lenne az első olyan könyv vagy olyan film, amit megnéznék vagy elolvasnék, ami segíthet nekem abban, hogy jól tudjam magam érezni, és segíthet nekem abban, hogy teljes életet tudjak élni a maradék időben. A legelső könyv, amit szeretnék ajánlani, a Miért kávézó, John P. Strelitzky-től. Erről a könyvről már készítettem egy hosszabb videót, a linket le fogom tenni a leírásba.
A könyv dióhéjban arról szól, hogy John egy nagyon nehéz hajtós munka után végre szabadságra indul, de sajnos eltéved, és már nagyon éhes, nagyon fáradt, az autójában már majdhogy nem kiürült az üzemanyag, és ekkor megpillant egy kávézót, ahová be is tér, hogy megpihenjen és valamit kajáljon. De a kávézóban szembesül az étlapon három kérdéssel. Miért vagy itt? Félsz a haláltól? Elégedett vagy az életeddel? John első felindulásában szeretne távozni a kávézóból, azonban nagyon fáradt, így mégis marad, és erre a három kérdésre a pincérlány, a szakács, illetve az egyik vendég segítségével próbál válaszolni. A könyv egyébként nagyon sok kérdést megválaszol, de nagyon sok kérdést fölvet. Ezekre a kérdésekre, amiket a könyv felvet neked, magadnak kell tudnod válaszolni azért, mert minden embernek egyéni az életútja. Minden ember másban jó, másban tehetséges, más az, ami örömmel tölti el, amikor a mindennapjait éli. Amikor felvetik a kérdést, hogy az életed céljával foglalkozol, és a létezésed célját éled meg minden egyes nap, akkor felvetődik a kérdés, hogyha így van, meg tudsz-e belőle élni? És erre sajnos saját magadnak kell megtalálnod a választ, mint ahogy a könyvben nagyon sok felvetődő kérdésre csak te tudod a választ a saját életed által. A helyzet, hogy a kérdések, amiket felvetnek a könyvben, nagyon relevánsak, hogyha boldog szeretnél lenni az életedben. Ajánlom elolvasni, mert nagyon jó. Egyébként nem egy vastag könyvről beszélünk, pár oldal az egész. Egy nap alatt kiolvastam a diszlexiámmal együtt, úgyhogy neked fél nap alatt is menni fog, úgyhogy hajrá, ugorj neki! A következő könyv nagyon-nagyon jó, amit szeretnék ajánlani. Egy krimiről van szó, Saskia vagy Saskia North írta, nem tudom, hogy kell ejteni a nevét. Amikor legutoljára néztem, pár nappal ezelőtt, az Ingyenc kávézót még lehetett kapni bizonyos könyvesboltokban, ajánlom elolvasásra. Anélkül, hogy lelőném a poént a könyvben, igyekszem picit összefoglalni, hogy nagyjából miről szól. A könyvnek a cselekménye az Karennek a visszaemlékezései, illetve a jelenről szólnak, így váltakozva van a visszaemlékezés, illetve a jelen megjelenítve a könyvben. Tök jó egyébként maga a könyv. Nagyjából arról szól, hogy Karen Amsterdamból egy kisvárosba költözik a férjével, mert Amsterdamot már nagyon veszélyesnek ítélték meg, és nem akarták ott nevelni a gyerekeket, viszont Karen egyre magányosabbá válik az évek során, mert a városi barátai már nem járnak hozzájuk ott a kertvárosban, viszont még nincsenek barátai, és egyre magányosabb, egyre rosszabbul érzi magát a bőrében, a gyerekek azok mindig iskolában vannak, a férje pedig nagyon sokat dolgozik, és akkor, amikor végre barátokat talál, akkor örül annak, hogy egyáltalán vannak barátai, viszont azt nem veszi figyelembe, hogy ez a barátság teljesen felszínes, és ez a barátság, ami közte és a lányok között szövődött, nem túl erős és nem túl tartós, mert az első nagyobb nehézségnél mindenki kihátrál mögüle. Én amikor olvastam a könyvet és a cselekménybe ezek a szálak elkezdtek előjönni, akkor valahogy az az érzésem támad, hogy hasonlót már én is átéltem. Amikor azt gondoltam, hogy egy másik emberrel tök jó barátságban vagyok, és kiderült, hogy ja, mégse. Ilyenkor néha jó megnézni azt, hogy egy-egy kapcsolat, akár baráti, akár a családdal, milyen, valójában tényleg szeretett teljes, vagy csak felszínes? Mennyire tudunk mélyen kommunikálni egymással? Mennyire tudunk egymásnak jó tanácsokat adni, hogyha szükségünk van a jó tanácsokra? És mennyire tudjuk a bizalmunkba fogadni a másik embert?
hogyha nem csak szórakoztató irodalomként, hanem egy kicsit mélyebben is belegondolsz a karakterek életébe és helyzetébe, akkor mindenkinek a motivációja nagyon szépen le van írva, mindenkinek nagyon szépen le van írva az életútja, és az, hogy hogyan váltak ennyire sekélyessé és felszínessé ezek az emberek, és hogy ezeket a sekélyes, érzelemmentes kapcsolatokat akár a családból, akár a baráti körből hogyan lehet kiszűrni, és ezekhez az emberekhez hogyan érdemes viszonyulni. A harmadik mű egy film lesz. Igen, kiröhöghettek, én gyerekkoromban láttam a Dr. Tözi című filmet. Mint említettem, én nem nagyon voltam jóban az osztálytársaimmal, és eléggé kilógtam a sorból, már gyerekként is, és emiatt ők nem fogadtak be. Amikor láttam ezt a filmet, akkor ugye egy nagyon cukormázas körítésben bemutatták, hogy Szöszi a szerelme miatt jogi pályára lép, és elkezdett jogot tanulni, viszont teljes mértékben a cukiságával, a rúzsacínségével kilógott a többi kocka közül, és a nehézségek ellenére hogyan tudott sikeressé válni abban a környezetben, és hogyan tudott olyan barátokra szert tenni, akikkel valójában tényleg jól érzi magát, és akikkel nem csak felszínes a kapcsolata. Hogyan lehet egy olyan ember egy közösség része, aki egyébként első pillantásra kilóg a sorból. Nekem elég sokat adott a film. Belegondolva, a Szöszinek az utolsó beszéde, amikor az iskolát elvégezve összefoglalja a 4 évet, nagyon-nagyon megható volt, mert olyasmiről van benne szó, hogy az iskolából kilépve szenvedéllyel és határtalan önbizalommal indulok az élet felé. Basszus, meghatódtam, ahogy csak rá gondoltam, de nagyon szeretem ezt a kis beszédet, amit Szöszi mond. Bocsánat, de belőlem még mindig olyan érzéseket vált ki. Szóval ez a film még mindig olyan érzéseket vált ki belőlem, amit Szöszi mond. Az életben szükség van a határtalan önbizalomra és a szenvedélyre. Nem tudom végigmondani ezt a mondatot anélkül, hogy benne könnyeznék, na nem mindegy. De sokat adott a film. A harmadik mű, amiről szeretnék beszélni, a Tüskevár. Én ezt láttam filmben is, illetve láttam a régi 67-es sorozatot. A film nem tetszett, a sorozat az nagyon tetszett, a könyvet imádtam. És hát konkrétan Tutajost megpróbálják emberré faragni, mert ő folyamatosan álmodozik, és folyamatosan képzelődik, és elképzeli, hogy igazából megpróbál álmokból várat építeni. Elképzeli, hogy milyen lesz a nyár, hogyha esetleg leengedik őt Balaton mellé a nagybátyjához, és már figyelmezteti őt a tanár, hogy Tutajos magával csak az a probléma, hogy túl sokat álmodozik. A lényeg az, hogy igen, amikor Tudajos lekerül a nagybátyjához, és utána bekerül Matula szárnyai alá, akkor hogyan válik abból a kis szertelen gyerekből egy igazi férfi, illetve a téli berek, amiben leírják azt, hogy amikor Tudajos elkezd kamaszodni, akkor mennyire tiszteletlen és mennyire lázadóvá válik, és hogy amikor visszakerül a berekbe, akkor a berek hogyan tanítja meg arra, hogy a valóságban éljen, mert szükség van arra, hogy az ember vágyakozzon és álmodozzon a céljairól. Ugyanakkor a valóságban a célok elérésére szükség van arra, hogy tegyünk a céljainkért. Nekem a könyv nagyon sokat adott abból a szempontból, hogy addig is jártunk nagyon sokat kirándulni a szüleimmel, amíg ezt a könyvet el nem olvasta először nekem anyukám, később pedig én saját magamnak. De
Fölkeltette az érdeklődésemet a természet szeretete iránt. Fölkeltette az érdeklődésemet, hogy hogyan tudok hiteles maradni a saját szememben, mert tulajdonképpen Tutajos ezt tanulta meg, hogy a valóság az sokkal szebb tud lenni, mint az elképzelések. Hogy ne állítson valótlant, hogy mindig ott legyen a pillanatban, és hogy a valódi sokkal szebb, mint amit ábrándozik. Nagyon-nagyon ajánlom a könyvet elolvasni, a Tüskevárat, a Téli Berket, ha nincs kedved olvasni, akkor megnézheted a sorozatot. A filmet nem ajánlom, mert nagyon elnagyolták szerintem. De ez csak az én véleményem, a sorozat sokkal többet tud adni, hogyha még sincs kedved olvasni. A következő két könyv, Csernus Imrének a Férfi és a Nő című könyvei, órákig tudnék erről a két könyvről beszélni, nagyon sokat kaptam tőlük. Tinédzser koromban vásároltam ajándéknak őket, de engem is érdekelt, hogy hogyan tudnék felnőve hiteles nővé válni, illetve hogyan tudom az igazi férfiakat megkülönböztetni az erősnek látszó bohócoktól. A lényeg az, hogy Imre a saját eseteit vette alapul, leírta azt, hogy milyen ajánlásokat tett néhány embernek azért, hogy nőként és férfiként tudjanak viselkedni, illetve a férfiben ugye leírja azt, hogy sztereotípiák alapján neveljük ki a férfiakat, a férfiak nem sírhatnak, nem mutathatják ki azt, hogyha valami fáj nekik, nem mutathatják a gyengeségeiket, a nőknél mindig meg kell felelni, a nők azok csak akkor jók, hogyha feláldozzák önmagukat. Nagyon sokszor így neveljük a saját gyerekeinket, és nagyon sokszor így élnek emberek, ami szerintem nagyon nagy probléma, mert abban az esetben tudok boldog lenni, hogyha hiteles vagyok a saját magam szemében. Az esetek, amiket leír, például, hogyha valaki cselédként viselkedik, nem jár neki a nőkinek járó tisztelet. Hogyha valaki erősnek mutatja magát, és valójában rájön arra a másik ember, hogy nem erős, hanem csak annak látszik, akkor egy idő után nem fogja tisztelni, mint férfit. Órákig tudnék a könyvekről beszélgetni, viszont van két észrevétel a könyvvel kapcsolatban. A két könyvet egyébként kölcsönadtuk ismerőseinknek, hogy olvassák el, hogyha tudnak, akkor merítsenek belőle. És az egyik észrevétel az, hogy nem éppen szép irodalmi megfogalmazások vannak a könyvben, ezért amikor Adél olvasta a könyvet, nagyon fáradt volt, mert mindig föl kellett kelni 3 óránként a kisbabájához megetetni, de mondta, hogy az érdeklődését a pillanatig nem tudta elveszíteni a könyv iránt. Egyrészt azért, mert voltak benne olyan részek, amiket érdeklődéssel olvasott, mert az ő életében ráismert ezekre a szituációkra, amiket ő másképpen oldott meg, és voltak olyan kifejezések a könyvben, amikor már tényleg már fáradt volt, és jött egy kifejezés, és rögtön fölébredt rá. Igen, tehát hogyha a szép irodalmi művet szeretnél olvasni, akkor lehet, hogy nem ez a te könyved, viszont nagyon szépen felhívja a figyelmet arra, hogy hogyan tudsz hitelesen felnőtt emberré válni, nőként és férfiként. A másik észrevétel az, amikor egy másik ismerősöm elolvasta a könyvet, hogy hogyan? Mit hogyan? Kérdeztem vissza. Leírja az eseteket, leírja, hogy ő miket ajánlott, de hogyan? És addig-addig beszélgettünk erről a felvetésről, hogy kimondtam, hogy fokozatosan. Igen, ez nincs leírva a könyvben. És mondtam, hogy nekem ez teljesen magától értetődő volt. Ugyanis gyerekkoromban sokszor megkaptam azt, hogyha valamibe belefogtam, és nem sikerült, és elkeseredett voltam miatta, akkor miért várok el azonnal sikerélményt olyan dologban,
amit addig még nem gyakoroltam. Egy kisbaba az nem így kezd el járni, hanem először kúszik, utána felül, utána az első lépéseket megteszi, elesik, megtámaszkodik a bútorokban, és csak későbbiekben tud önállóan járni. És hogyha ő fokozatosan kezd el járni, de miért azonnali sikert vársz? Úgyhogy nekem igazából a könyvből magától értetődő volt az, hogyha én hiteles nővé szeretnék válni, akkor ez fokozatosan fog menni, és az első apró lépések után lehet megtenni a következő, akár nagyobb lépéseket is annak az érdekében, hogy hiteles tudjak maradni a saját szememben. Nekem nagyon sokat adott a könyv, mert nagyon sokszor hallottam azt, hogy meg kell felelni, és úgy kell viselkedni, és amit említettem nektek, 90%-ban szívás az élet, 10%-ban pedig felhőtlen öröm, hogyha a csillagok úgy ítélik és úgy állnak. Én ezt nem akartam elfogadni, és ez volt az első olyan könyv, ami kiutat mutatott ebből a megfelelési kényszeres, görcsölős élethelyzetből, amit én addig láttam. Az utolsó mű, amit szeretnék ajánlani, egy film, Last Holiday, az utolsó vakáció. Nekem ez a film nagyon-nagyon tetszett, arról szól, Dióhéjban, hogy Georgia egy nagy áruházban dolgozik, és nagyon sokszor nem teszi azt, amit szeretne. Visszautalok itt Imrének a könyvére ebben az esetben, mert Georgia abszolút nem hiteles a saját maga szemében, olyan munkát végez, amit annyira nem szeret, és hogyha élvezetessé tudná saját maga számára tenni, akkor a menedzserei azok mindig a fejére koppintanak, hogy ezt nem. Aztán van egy pasi, akivel szeretne megismerkedni, de soha nem meri megszólítani, illetve nagyon szeret főzni, ugyanakkor ő soha nem eszik a saját főztjéből, mert mindig a súlyával van elfoglalva, mert ő egy kicsit húsisabb, folyamatosan igyekszik leadni néhány kilót, és a szomszédgyerek, aki mindig megeszi azokat az ételeket, amiket ő főz, mindig fölteszi a kérdést, hogy Georgia, miért nem kóstolod meg azt, amit főztél? Nem akarok elhízni. És ennél a nőnél kiderül, hogy néhány hete van hátra, mert egy MR vizsgálat során kiderül, hogy tumorok vannak az agyában. És hát igen, nyilván Georgia nagyon szomorú lesz, és nagyon kétségbe esik, ugye dühös lesz, és tagadja, viszont amikor tényleg realizálódik benne, hogy basszus, nincs sok idő hátra az életemből, akkor elkezd úgy élni, ahogy valójában mindig is szeretett volna. Megszólítja a pasit, akit mindig is meg akart szólítani, és elutazik Kálovivári-ba, ahol találkozik a kedvenc séfjével, és együtt főznek. Nagyon-nagyon jó a film, természetesen happy end, de nem szeretném az összes poént lelőni. Egyébként, amikor én néztem a filmnek az ajánlását, akkor kalandfilmként volt regisztrálva, bár azért vannak benne nagyon vicces momentumok, és még egy film eszembe jutott, a Bakancslista. De erről már nem mondok semmit, nézzétek meg, nagyon jó film. Én remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hogy ezeket a műveket elolvassátok, illetve megnézitek, és fogtok tudni belőle fejlődni. Remélem, hogy tudtam nektek egy olyan kis kombinációt adni, amivel el tudtok kezdeni fejlődni. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Instagramon, lájkoljátok ezt a videót, írjátok le kommentben, hogy ti hogyan élitek meg a saját életeteket, vannak-e megbánások bennük, illetve a miért vagy itt kérdésre, félsz-e a haláltól, és elégedett vagy-e az életeddel, mi a válaszod? Én remélem, hogy tudtam nektek segíteni, legyen szép napotok, sziasztok!